A legfeltűnőbb és egyben az egyik legfontosabb újítása a kezelőfelület és az alkalmazásban való tájékozódás teljes esztétikai átalakulása, korszerűsítése lett. A bejelentkezés után egyből a kezdőképernyő fogad minket, ahol legfelül vízszintesen végiggörgethetjük az elmúlt 30 nap értesítéseit. Alatta egy időjárás tájékoztató kapott helyet, illetve a függőleges görgethető oszlopban elhelyezkedő menüpontok közül kiválaszthatjuk a számunkra épp szükségeset. Teljesen megújult kezelőfelület fogja fogadni a felhasználókat, illetve néhány új funkcióval is találkozhatnak azok, akik most telepítik fel az alkalmazást vagy a frissítést. Vannak apró újítások, például a kérdőíveknél, ahol ezentúl képeket is lehet válaszként megjelölni. Vörös Marti Rádió, a város hangja. Az új frissítésnek köszönhetően a Vörös Marti Rádió adása is hallgathatóvá vált. A hírek között a legfontosabb újítás, hogy kategorizálva jelennek meg a tartalmak, így a jobb felső sarokban található szűrő segítségével egyszerűen kiválaszthatjuk a minket leginkább érdeklő témakört. Egész Székesfehérvárat a zsebükben tarthatjuk, és ezt nagyjából le is fedi az alkalmazás működése, ugyanis bejelenthetjük a hibákat, amikkel találkozunk a városban, olvashatjuk a híreket, találkozhatunk eseményekkel, és naplózhatjuk őket, bejelölhetjük, hogy melyik az, ami minket érdekel, és ott szeretnénk lenni. Az okos térkép szintén új funkciókkal bővült. Listába foglalva válogathatunk az egyes kategóriák helyszínei között, azonban a jobb alsó sarokban található térképikon segítségével a várost felülnézetből szemlélve is megtehetjük ugyanezt. Egy adott hely kiválasztása után a navigáció gombra kattintva gyorsan és egyszerűen útvonalat is tervezhetünk a kívánt célállomáshoz az általunk használt GPS alkalmazáson keresztül.